győzelemmel fejeztétek be ezt a tornát. Hogy látod így összességben ezt a tornát? Mire volt jó ez a torna? Igazából ugye az edzőknek mindenképp, hogy reméljük tudtunk egy kis nyomásra ezni rájuk a olimpiai kvalifikáció, meg a VB kerettel kapcsolatban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon fiatal csapat volt pár idős játékossal. Én úgy gondolom, hogy játékban egész jó ment, egész jó játszottunk a taktikát. Úgy gondolom, hogy 90-95%-ban megcsináltuk, amit az edzők kértek. Talán ugye a helyzet kihasználással mondhatunk, talán a rutintalanságunk miatt nem lőttünk annyi gólt, amennyit úgy gondolom, hogy kellett volna, egy kicsit jobb helyezést elérjünk, de összességében úgy gondolom, hogy egy jó kis tornát zártunk. Egyértelműen az edzők látták már most, hogy kire lehet számítani majd az előzetesbe, akár az idei olimpiai selejtező világbajnokságra, vagy akár a jövőben, hogy kiket kell szem előtt tartani. Úgy érzem, hogy nagyjából mindenki meg tudta mutatni, vagyis esélyt mindenki kapott arra, hogy megmutassa, hogy mi van benne. Te mind gondolsz, belekerült a neved Járma Tolvanen Noteszébe? Azok közé, akiket majd az olimpiai selejtezőre is meghív? Mondhatnám úgyis, hogy lehet, hogy kilőttem magam a válogatottból, hisz nem igazán sikerült betalálnom, de ennek ellenére úgy érzem, hogy megtettem mindent, és remélem, hogy figyel a továbbiakban is rám. Ugye te a tavalyi idényben nem voltál a válogatott tagja, most visszatértél újra a válogatottba, ma 2 gólt is lőttél a saját teljesítményed, de mennyire voltál elégedett? Mennyire gondolod azt, hogy fel tudtad hívni Járma Tolvanen figyelmét, és a következő olimpiai selejtező előtt is a meghívottak között lehet? Nagyon remélem, hogy tudtam rá egy kis nyomást helyezni, ugye a mai nap szélsőt játszottam, nem a saját posztomon középen, úgyhogy ez kicsit fura volt, néha úgy gondolom, kicsit kerestem a helyemet, de attól függetlenül szerintem megoldottam, amit kért tőlem. Azt mondod, hogy kerested a helyedet, ehhez képest 2 gólt is sikerült már lőni. Hogy estek a gólok? Jó voltam, jó helyen. És a lelkednek hogy estek? Annak meg még jobban, köszönöm szépen. Mennyire bosszant, hogy ennyi helyzeted volt, és egyet sem sikerült kihasználni? Hát igazából nem bosszant, csalódott vagyok, hisz rengeteget dolgoztunk a csapattal, viszont ennek ellenére nagyon örülök, hogy a csapatnak kijött a lépés. Hasznos voltam, úgy érzem a játékot tekintve, de nyilván bosszantó, hogy ennyi helyzetből egy sem ment be. Ugye nem minden a gól azért a hokiban, és a gólpasztod azért volt jó pár, ezzel elégedett lehetsz, nem? Persze, egyértelmű örülök a csapat sikerének. Úgy érzem, hogy azért jól játszottam összességében. Nyilván a helyzeteim kimaradtak, de ez mondom, ez csak egyik része a játéknak.